mai nap egy olyan témát hoztam nektek, amit úgy is hívhatnánk, hogy nyári hétköznapi nyűgeink, hiszen kullancs, szunyog, riasztásról lesz szó. Orsi barátnőm hozott nekünk egy olyan trükkös megoldást, amivel biztosan el fogjátok kerülni ezeket a fránya kártevőket. Én magam az aromaterápiában és a természetes dolgokban hiszek. Úgyhogy kerestem azokat a megoldásokat, ami két kislány anyukájaként magam is tudnék használni, és tudok vele azonosulni, és ugye már is itt vannak ezek a rosszúságok. Úgyhogy mindjárt megmutatom neked, hogy mi mit szoktunk magunkra kérni. Nagyon kíváncsi vagyok. Van egy szer, ami teljesen készen van, és ahogy itt látjátok az összetevőket, rengeteg apró, ám de annál fontosabb és jó dologból áll. Ez egy gél állagú, megmutatom neked, és kenőcske. Ez az egyik legerősebb szúnyogriasztó. És elég lenne ezt is már így önmagában magunkra kenni? Azt a trükköt szoktam csinálni, nem? Van nekem ilyen pici kis tégelye, amiben éppen az aznapra megfelelő mennyiséget kikeverem. Van néhány olyan illóolaj, amivel ennek a hatását azért egy picit tudjuk fokozni. Az egyik ilyen az a pálmarózsa. Egy nagyon kellemes rózsa alapot képzeljünk el, de egy erőteljes illat. Eukaliptusz citriodórát szoktunk használni, ez az eukaliptusznak egy fajtája, abból többféle van, viszont amit még hoztam, az a geránium, ami szintén egy ilyen alapolajnak nevezett, ennek is egy egészen különleges illata van, nem nagyon erős. És akkor ezt a pici tégelyt viszem magammal, és 2-3 óránként, hogyha úgy érzem, hogy egy sűrűbb területre érkeztünk, akkor újra be tudom őket kenni.